a Ceglédi Csaba önkormányzati ügyvédi megbízásaival szemben korábban tiltakozó Momentum, Jobbik és LMP sem támogatta azt az önkormányzati előterjesztést, amelyet annak érdekében nyújtottam be, hogy felbontsa a szerződést az önkormányzat a visszaeső politikus bűnöző Ceglédi Csabával. Így tehát a magyarázkodást, a markáns szavakat nem követték a tettek, valójában egy visszaeső politikus bűnöző önkormányzati megbizatásához asszisztál a Momentum, a Jobbik és az LMP is, a többi a Ceglédi Csaba mellett már korábban is kiálló balliberális pártal karöltve. Így nem csak hogy az ország ötödik legnagyobb önkormányzatának jogi képviselője lehet Ceglédi Csaba, de nem is tudjuk, hogy milyen feltételekkel, hiszen Erzsébet város önkormányzatával szemben a főváros legnépesebb kerületében, Új-Budában, még azzal is adós az önkormányzat, hogy nyilvánosságra hozza ezt a szerződést és a konkrét megbízási díjakat. Ugyanis leszavazták azt a önkormányzati képviselőként előterjesztett indítványomat is az Új-Budai önkormányzatban, amely ennek a szerződésnek, illetve ezeknek a szerződéseknek a nyilvánosságra hozatalát indítványozta. Így új önkormányzatában politikus bűnözők törnek előre és kapnak megbízatásokat, hiszen nem csak a visszaeső politikus bűnöző a már 2010 előtt is jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Ceglédi Csaba kap önkormányzati megbizatást új Buda képviseletére, hanem a DK-s polgármester kabinetfőnöke, azaz az alpolgármestereknél is meghatározóbb vezetője lehet az önkormányzatnak, az az egykori szdsz politikus bűnöző Lakos Imre, akit másodfokon még felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek korrupció, konkrétan hivatali visszaélés miatt. Bár rendkívüli jogorvoslattal harmadfokon felmentette őt rendkívül elfogult módon egy olyan büntetőbíró, aki korábban az MSP alkotmánybíró jelöltje volt, tehát egy MSP s kötődésű bíró hozhatott felmentő ítéletet harmadfokon amit a mi hazánk mozgalom nem tud elfogadni. Ezzel kapcsolatban korábban több panaszbeadványjal is fordultam, például az OBH elnökéhez is. Viszont az megállapítható, hogy a politikus bűnözők előretörése jellemzi a DK-s vezetésű önkormányzatot az ország ötödik legnagyobb önkormányzatában, Újbudában. És miután közfelháborodást váltott ki, hogy Újbuda képviseletére egy ilyen visszaeső politikus bűnöző, mint Szeglédi Csaba kaphat megbizatást, a szavakban való tiltakozást nem követték a tettek. A Momentum, a jobbik és az LMP képviselő is egy gyáva nemmel tartózkodással szavaztak arra a javaslatomra, melyet csak a Fidesz képviselői szavaztak meg. Így nyilvánosságra sem hozzák azt a szerződést, vagy azokat a szerződéseket, hiszen azt sem tudjuk pontosan, hogy hány szerződésről és milyen megbizatásokról, milyen képviseletekről van szó, amely Ceglédi Csabát díjazzák. Ki kell emelni, hogy a Ceglédi Csaba vezette Humán Operátor ZRT-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében, nem csak hogy vádat emeltek februárban 21 emberrel szemben, hanem októberben már el is ítélték három év, illetve két év, hat hónap letöltendő börtönre. A Szegedi Törvényszék ugyanis három olyan vádlottat ítélt el, akik beismerték bűnösségüket, és a büntetésről az ügyészséggel egyességet kötöttek. A vád szerint a bűnszervezet több mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek, sőt, Ceglédi Csaba nem csak az országot károsította meg, hiszen több száz McDonald'sban dolgozó diákmunkás nem kapta meg a fizetését, akik ügyében a Mi Hazánk Mozgalom szükségesnek tartja szót emelni, és fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy bár Gyurcsány Ferenc nyilvánosan is védelmébe vette Ceglédi Csaba önkormányzati megbizatásait. Ha a Momentum, a Jobbik és az LMP képviselői a 11. kerületi önkormányzatban támogatták volna a szerződés felfüggesztését, akkor 15-10 arányban leszavazták volna, leszavaztuk volna a DK-s polgármester akaratát, tehát szerződés bonthatott volna az ország 5. legnagyobb önkormányzata Ceglédi Csabával. Különösen fájó számunkra, hogy ezzel párhuzamosan Lakos Imre személyében egy olyan egykori SZDSZ-es politikus bűnöző kaphat szerepet, aki Molnár Gyula alpolgármestereként követte el azt a másodfokon még felfüggesztett börtönbüntetéssel elítélt korrupciós ügyet, amelyet szeretnénk, hogyha sikerülne. Feltárni. Szeretnénk, hogyha sikerülne gátat venni az olyan korrupciós visszaéléseknek, amelyek úgy tűnik, hogy a jövőben is jellemezni fogják Új-Buda önkormányzatát. Végül szeretném kiemelni a három köpönyekforgató és csak szavakban tiltakozó magyarázkodó párt korábbi markáns megnyilatkozásait, melyet most hozzászólás nélkül követtek azok az elutasító szavazatok, melyel gyakorlatilag leszavazták a önkormányzati képviselőként tett előterjesztésemet a tegnapi képviselőtestületi ülésen. A Momentum magyarázkodása szerint Szeglédi Csaba megbízása idézem, nem hogy nem szolgálja a közbizalom helyreállítását a Fidesztől átvető önkormányzatokban, de egy öngól a teljes ellenzék hitelességét rombolja, hogy egy párt közelüli egyértelműen nem független, korábbi MSZP-s politikust bíz meg önkormányzati cégek átvilágításával idézet vége. Érdemes talán elővenni azokat a néhány héttel ezelőtti momentumos, jobbikos és LNP-s közleményeket, melyek ehhez hasonlóan markáns üzeteket fogalmaznak meg. A jobbik magyarázkodása szerint az, és ez is idézett, hogy Gyurcsány Ferenc bizalmasa, akit már 2010 előtt jogerősen elítéltek adócsalásért és magánokirat hamisításért, újra pozícióba jut, ráadásul céges átvilágítások kapcsán az ellenzéki együttműködés megcsúfolása a jobbik szerint, ha megengedik, hogy idézem: A 2010 előtti letűnt korok, dicstenen figurái újra az élvonalba fúrják magukat, akkor mindannyian vesztettünk, akkor hiába valóak voltak az elmúlt évek erőfeszítései, kompromisszumai, így fogalmazza azt a köpönyegforgatást, azt az elftelen összefogást, amelyet a hatalomért végrehajtott a jobbik, és amelyet most úgy tűnik, hogy követnek azok a szavazatok is. Amit korábban még úgy illettek, hogy a 2010 előtti letűnt korok dicséren figurái, ahhoz, hogy évvonalba fúrják magukat, ha ezt megengedik, így kritizálta a jobbik a Dékás polgármester tettét, de úgy tűnik, hogy maga a jobbik is megengedi, maga a jobbik is asszisztál ahhoz egy bizottsági elnöki megbizatásért cserébe, amit a jobbik kapott ennek a nemtelen összefogásnak a keretében. És ugyanez illeti az LMP-t is, amely korábban úgy magyarázkodott, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy korábban jogerősen elítélt, jelenleg pedig büntetőeljárás hatája alatt álló személy irodája kapjon önkormányzati megbizatásokat. Úgy tűnik, hogy üres szavak maradtak ezek a hosszú, szép, markáns közlemények.